Remélem, hogy hallatszik a hang, felvétel készül, és hétfőn fent lesz a YouTube-on, amit majd megosztok a Skype csoportba. Én Varga Bálint vagyok, és a április 23-ai Skype World Community konferencia indul, ami olyan 40-45 percig fog ma tartani. Van elég sok információ, úgyhogy ma kevesebbet beszélünk a technológiáról, hanem a új hírekről, és amik történtek idejáig, meg miket tervez a cég a következő hónapokban, években. Úgyhogy csapjuk is bele. Azt mondja, hogy működik, mennek a szlájdok. Oké. Azt tudjuk, hogy a cég alapítója Eduardovics Anatoli Junicki, aki most töltötte be a 72. évet, és április 16-án, épp múlt pénteken, mikor tartottuk a konferenciát, említettük is, és ő az, aki elindította ezt a projektet több mint 40 éve, és minden csak jót lehet mondani róla, az interneten is, a sok weboldalon sok információt meg tudunk kapni, akit érdekel bővebben, a junicki.com oldalon mindent el tud olvasni, mivel foglalkozott, hogy vezeti a Junicki String technológia céget, mi a Skyway, mi a brand, hogyan működik minden ez a technológia, úgyhogy ezt mindenki otthon, magányosan, ha több ilyen információt szeretne tudni, ha nem tud oroszul vagy angolul, akkor egy Google fordítóval le tudja fordítani magának is elolvasni. De a mi hivatalos Skyworld Community webirodába nagyon sok minden megvan már magyarul is, úgyhogy ott is lehet sokat olvasni róla. Ő az alapító a Skyway Hur technológiának, ami most már jelen szállítási rendszer, és ahogy mi finanszíroztuk ezt a programot, ezt a technológiát, a Marina Gorkába, Belorussziába, Minsztül nem messze olyan 40 perc autóval, fel lett építve egy ekotechnopark, ahol ezt a technológiát be lehet mutatni, kipróbálni, mi, akik voltunk már ottan többször is, én csak háromszor, de van, aki már négyszer, ötször is volt, vagy még többet, már ültünk ezekbe a járművekbe, mentünk velük, és láttuk, hogy milyen szép, milyen érdekes, és egy teljesen új technológia, amivel idáig még nem találkoztunk. Most áprilisban lett 6 év, hogy elindították a cég működtetést és a cég finanszírozást, és most odaértünk, hogy már a célprojekteket a cég elkezdte építeni, és üzemelteti, és a 2021-es év lesz nem csak bemutató parkok, hanem igazi célprojekteket is már be tud mutatni, és én remélem, hogy az idén már a utasok fogják fizetni a jegyet, hogy utazzanak ezekkel a járművekkel. Elsősorban az Dubai és Sharjah, Egyesült Emírségben, de van most a Latin Amerikában, Dél-Amerikában nagyon komoly projektek, amit a Junicki mondta, hogy várja, hogy alá lesz írva az idén ott is, úgyhogy ez is egy új hír. Nem tudjuk még pontosan, hogy hol, de lehet, hogy Peru, vagy még vannak ott egy-két ország, ahol Brazília, ahol nagyon komolyan vették ezt a
technológiát. Mi, mint befektetők, egy kis befektető csoport vagyunk, több mint 400 ezer a világon. Erről majd később a másik részben többet beszélek. Már jelenleg több mint 200 régió és ország, olyan 180 ország és még plusz 20 régióban jelen vagyunk, és befektettük a pénzünket, várjuk, hogy kapjunk osztalékot, vagy a részvényünk kimenjen a tőzsdére, és eladjuk a részvényt, vagy tudunk még aktívan hozni új befektetőket is, és kisegíteni jobban ezt a projektet. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy legalább egy befektetőt hozzon, és akkor már duplázódik, és mindannyiunknak sokkal jobb lesz, és előbb a cég eléri minden céljait. A cég úgy kezeli ezt a pénzt, hogy van egy cég, ez nálunk a SkyWorld Community társaság, akin keresztül, aki szervezi a befektetőket, a certifikátokat, a szerződéseket, és minden hónapban átküldi a pénzt az anyacégbe, és ők kezelik ezt a pénzt. Ugye itt tudjuk, hogy már van több mint 700 munkás, mérnökök, vannak Minszbe is, Marina Gorkába, meg Sárgyába is, és ezt a technológia fejlesztést, ezt mindet finanszírozzuk. Későbbiekben a ERSS Holding 1-es, 2-es, 3-as, ők fognak majd kimenni a tőzsdére, és a mi részvényünk lesznek kint a tőzsdén, és el tudjuk adni őket. Ezt tavaly szeptemberben elindították, ezt a részt, három céggel kötöttek szerződést, aki kivitelező a tőzsdére, a másik, aki szervezi a nagy befektetőket és befektető csoportokat, igazából alapítványokat, olyan szerződést akarnak kötni velük, hogy 3 évig vegyenek nagy mennyiségű részvényt, és 3 évig ne adják el. Ez egy stabilitást jelent, mint cégnek, nekünk, és ennek a nagy befektetőknek is, és lehet, hogy 3 év múlva nem 1-2 dollár lesz, hanem 5-10-20 dollár, vagy ennél még több is, mert ha kevés részvényt adnak el, kevés a kínálat, akkor az már növeli az értékét. A másik része az, hogy minél több célprojekt elindul, és hozza a bevételt, annál többet ér a cég. 3 év után már lehet, hogy ha évente csak 10 projektet építenek, az is már 30-40 projekt is, ami világszerte épül meg már használják, és akkor nagyon komoly cég lehet a SkyWay. Most be van jelentve, hogy néhány hónap, de júliusra tervezik a 15. utolsó szakaszt. Mi 5., 6., 7. szakaszba léptünk be, mint befektetők, én személyesen 6., de csak egy hónapot tartott, és utána már a 7. érte el. Ez azt hiszem, hogy május vagy június 2016-ban volt, mert én áprilisban hallottam először a SkyWay cégről. Úgyhogy most júliusban bemegyünk a 15. szakaszba, ez az utolsó, és nagyon örülünk, hogy itt vagyunk már egy lépés, hogy elérjük a mi is, meg a cég is ezt a nagy, óriási célt. A Anatol Junicki születésnapja által ezek a kuponok,
amik megjelentek a mi webirodánkba, ezeket meghosszabbították még egy hétre, és pontosan április 30-áig fog érvényes lenni, 11 óra, este 11 óra. Szóval a jövő péntek 11 óráig lehet kihasználni a kuponokat. Én személyesen írtam, hogy hosszabbítsák meg a kuponokat, de szerintem már ők is látták, hogy muszáj lesz, mivel van egy globális probléma a kártyabefizetésekkel. Nem csak nálunk a Skyway-ba, hanem a többi ilyen finanszírozási projektekbe is a Coolpay nem működik, és másmilyen Visa és Master kártya processzorok se nem működnek. Ezt én nem tudom pontosan most mi az oka neki, vagy egy nagy átrendezés, vagy a Master az amerikai cég, ezek a processzorok meg oroszok, de azt ígérték a Skyway-ba, hogy jövő héten a Coolpay újból elindul. Idáig működött egy ideig, de úgy volt, hogy limitálva volt, és nem lehetett nagy összeget befizetni, nem most egy személy azt tudom, hogy egyszerre 1100 dollár ment át kártyával, de olyan 10-11 dél körül már ez a napi limit, amit a Coolpay megbeszélt, szerződött a Skyway Capital-nal, Skyway World Community-val, és utána már délután este nem tudott senki fizetni. Ezért lehet, hogy most nagyobb lesz a limit is, és remélem, hogy jövő héten már ez működni fog, és mindenki tudja kártyával is befizetni. Sokan fizetnek most kriptóval, sajnos a bitcoin az őrült drága, ilyen 20-30 dollár egy utalás, bár leesett most, de akkor is nem ment le az ára. Úgyhogy a kriptóval akkor Tether, USDT, vagy Ripple, vagy valami más, vagy Dogecoin, de sokkal olcsóbbak a befizetések, mint a Bitcoin, még az Ethereum is. Úgyhogy ezt használjátok. Amit mi használunk még, az a banki utalás, ami körülbelül 3 napig tart. Nekem sajnos, amit elutaltam most kedden este, ami szerdán reggel ment, ma nem érkezett be, úgyhogy hétfőre várhatom. Bár szombaton is szokott beérkezni, úgyhogy még reménykedek, hogy holnap beérkezik. Egyik barátom hétfőn elutalta, szerdán megkapta. Úgyhogy attól függ a banktól bankig. De ez jó, a banki utalás, és Magyarországból az 5 euróba kerül, úgyhogy még olcsóbb, mintha Magyarország másik számlára utalnák. A következő, a tokent azt továbbfejlesztik, július 1-től várható. A Skyway tokeneket segédprogramként fogják használni, és most a cég készít egy biztonságot, mert tudjuk, hogy mennyire érzékeny ez a kriptovaluta is. Az hallottátok biztos, hogy egy török tőzsde, egy vezető 2 milliárd dollárral eltűnt valamelyik nap, és árult a Dogecoinokat fél árba. Utána az emberek, befektetők meglátták, hogy nem tudják használni azt a Dogecoint, és 2 milliárdal eltűnt az országból. Szerintem megfogják. Úgyhogy elég rizikós a token, meg vannak ilyen hackerek is, és 2-3 hete rosszul jártam velük, ugye nagyon kell vigyázni, és biztonságra sok-sok pénzt a Skyway be fog fektetni, hogy
levédjék ezt, mert hacker támadások, tudjuk azt a szlovén bitstampot is, nem tudom hány százmillió dollárt elvittek pár évvel ezelőtt, hogy nagyon-nagyon kell vigyázni, mert egy őrült sok pénz, őrült sok munka, sok befektetőnek a pénze, és ezt nagyon-nagyon biztosra kell. A Alex Szuhodejevnek a előadásul vettem ki néhány információt, nem tudom, követitek ti, ő meg a Vladimir Maslov szokták havonta tartani, minden két hétbe, és amit még tudok, hogy a Solar František és a Vladimir Maslov azt hiszem, hogy ma reggel utaztak el Vietnámba, és a Vietnámba fognak találkozni ezekkel a nagy befektetőkkel, meg a kis befektetőkkel, ugye a csoporttal, de a fő cél az, hogy az a 100 millió dolláros projekt, célprojekt, az a másik felét ki kell finanszírozni, és erre ezért mentek tárgyalni. A részvény visszavásárlás tőzsde előtt lehető lesz, mikor a sárgyai projekt kész lesz, és lesz bevétel a célprojektekből. Ez a év végé fele lehetséges, ahogy mondja Vladimir Maslov, úgyhogy azok, akik nem tudják kivárni, vagy idősebbek, vagy szükségük van a pénzükre, akkor a Skyway előbb az idősebbeknek, utána a többieknek is egy korlátozott mennyiséget vissza fog vásárolni. Egy üzlettársam kérdezte ma, hogy miért csinálja ezt a Skyway. Egyrésztből azért, hogy kisegítse azokat, akik előbb befektettek és nem tudják kivárni. A második tudja, hogy a részvényünk egy dollár lesz a tőzsdén, és ha felkínál 5 vagy 10 centet, a befektető lehet, hogy 5-ször vagy 10-szeresen megkapja a pénzét, de a Skyway is jól jár, mert 1 dollárért ezeket a részvényeket fel tudja kínálni majd a tőzsdén. Az Expo 2020 világkiállításon októbertől 176 napig ott lesz, és a látogatókat várják. A európai piacot is tervezik, és már az idén elkezdik szervezni és kötni a szerződéseket, és reméljük, hogy év végig készlet lesznek a certifikátok is, hogy jövőre akkor már lehessen építeni. Ami nagyon fontos még erre, a projekt inni. Az ügyfél hajlandósága, ezt olvasom, hogy ha találnak olyan ügyfeleket, akik hajlandók elfogadni ezt a technológiát, és van nekik finanszírozás, ez az első pont. A második, hogy a projekt teljes költsége legalább 20 millió dollár legyen. Ez nem olyan sok, mert egy 4-5 kilométeres szakasz, ugye a városban, ez már körülbelül annyi. És minden megállapodásnak meg kell lenni a helyszínen, az állami támogatások és stb. És ezek a feltételek szerint, ugye, fogják majd indítani az európai piacot is. A hologramos csomagot nem lehet kapni. Van olyan, hogy el lehet küldeni a kérvényt, elküldték a anyacéghez, és várják a választ. Nekem jelentkeztek többen Magyarországról is, meg Angliából is, akik ezt meg szeretnék venni, és ez a 5000 dolláros csomagot. Úgyhogy egy kis türelmet kérünk, a support most még nem tud válaszolni, mert az anyacég, mikor megerősíti, hogy van még, nem tudom, 20 vagy 100 csomag, akkor újból lehet majd
ezt rendelni. Én gondolom, ha befejeződik ez az akció, ami most tart, utána akkor, ha megengedik az anyacégből, akkor lesz ez a... Nem látom okot, hogy miért ne legyen, úgyhogy van lehetőség, hogy legyen ilyen csomag. Ez egy a százal a diszkont, úgyhogy ezért is van még mindig nagy érdeklődés. Ahogy mondtam, ezek a kuponok 7 nappal meghosszabbultak, és április 30-áig, ugye este 23-ig. Aki ki szeretné használni ezt a kupont, annak meg kell nyomni az aktiválás gombot, és vagy ajándékozás, és elküldeni valaki közvetlen partnerének. Ha felhasználja ezt a kupont, akkor jövő péntekig plusz 100% hányadékot kap majd minden csomagra, ami $1000 vagy fölötte van. Akinek kisebb csomagja van, az nem tudja ezt a, vagyis ezt a kupont a 100%-i hányadékot, tulajdoni hányadot, ezt csak azt tudja felhasználni, aki $1000 vagy nagyobb csomagot vásárol. Az lehet havi $100 is, vagy egyszeri kifizetésre, de kell ez a minimum. Ha valakinek van olyan kupon, hogy egy a 50-nel, akkor ezt azért kapta, mert az első vonalba vásároltak. Eztet lehet használni a $250-$500 csomagokra. És ez ottan ki van mindenkinek a webirodába írni. És ugyanezt a kupont át tudja adni akkor az első vonalra. Szóval azért mondom, mert egy macedón hölgy oda ajándékozta az első vonalra, ő meg $500 csomagot szeretett volna venni. Mondtam, hogy adja vissza, mert rá lehet ott kattintani, legalábbis így tudom, nem próbáltam ki, és akkor újra fel tudja használni, vagy elküldeni valaki másnak. Jó, ezek a csomagok, amik vannak, például a Innotrans az $1000, ez dupla részvények lesznek. A gyors start, a gyerek, egyetemista, az egyetemista is kétszer, ezek a kölyök, ugye, gyerek meg a gyors start, ez egy is fél. Akkor vannak ezek a nagy csomagok, amit ki lehet használni kétszeresen, és ez a havi. Na most itt vagyunk a 10 hónapos részletre. Van egy információ, ezt nem írtam most ide, azt hiszem, hogy 26-ától csak 5 hónapos csomag lehet. Úgyhogy aki ki akarja használni a 10 havi részletet, az addig indítsa még el, mert ezután 5 havi részlet lesz. Ez egy jó hír nekem, mert összehasonlítva a másik programokkal, akik így kezdték csinálni, az már azt jelenti, hogy vége fele vagyunk, és minél előbb a cég le akarja zárni a finanszírozást. Én még mindig reménykedek, hogy az idén a 15. fázis is meg lesz, és jövőre akkor teljesen a cég szabad lesz, hogy mehessen ki a tőzsdére is, meg el legyen készülve. Most, hogy mikor fognak kimenni a tőzsdére, ez nagyon sok mindentől függ, attól is, hogy milyen a helyzet lesz. A pandémia után, ha lesz után, ha nem leszünk mindig pandémiával, remélem, hogy lesz, akkor utána senki nem tudja, hogy mi. Azt mindenki tudja, várható nagy infláció, de hogy milyen lesz a helyzet a tőzsdén, ha mennek majd le a részvények, akkor természetesen nem szabad kimenni, mert ha tavaly márciusban kimentek volna a tőzsdére, akkor ez egy nagy baj lett volna,
és nagyon rossz irányba indult volna az egész projekt. Ugye örüljünk neki, hogy a Skyway még nem ment ki. Mindig van valami ok, hogy miért valami nem lett, vagy miért lett most, és nem számítottunk rá. Ezek a csomagok a bónusz számláról lehet csak vásárolni. Ha egy dollár hiányzik, akkor se nem lehet a főszámlát kombinálni, csak a bónusz, a jutalék számláról lehet kiállítani ezeket a csomagokat. És akkor vannak a csomagok, amit egyszeri befizetéssel, ez minden megvan a webirodában. Itt vannak a legkisebb csomag, az a 50 dollár, 100, 200, 350, és itt már lehet látni, hogy a 200 dollártól egy és félszer többet lehet már kapni. Amit beszéltem az előbb, ugye a Swift befizetés az működik, a IBAN az pillanatnyilag nem, de jó, működik 2-3 nap, és elmegy. Kazasztáni bankra utalunk, és 1% a költség. Úgyhogy ha 1000 dollárt szeretnénk befizetni, akkor 1010 dollárt kell utalni, és 1000 dollár lesz a számlánkon, plusz ami a bank, attól függ, hogy melyik bankba vagytok, olyan 5-10 euró szokott lenni az európai bankokból. A Skyway már elkezdte a sorozatgyártást is, már el van minden készítve, úgyhogy Minskben nagyban csinálják. Amit mondott egy mérnök, ez nekem nagyon tetszett. Elhagyjuk a földszintet, amelyet emberek foglalnak el tömegautókban, buszokban, teherautókban. A föld felett szintre lépünk, amely hála Istennek nincs elfoglalva, hogy ne tönkretegye a természetet, a meglévő épületeket. Megalkossuk a leggazdaságosabb és környezetbarát megoldást. És a Oleg Zarecki azt mondta, hogy ez az a leggazdaságosabb, környezetbarát és leghatékonyabb megoldás. Ha összehasonlítsuk a Ever Given hajó történetével, látjuk, hogy a Suezi kanál is, ahol naponta 450 hajó szokott átmenni, és csak a egyiptomi esetében veszteségi napi 14 millió dollár volt. Az összes veszteség 10 milliárd dollárt keletkezett ez a gond. És ha minden Skyway lenne, akkor ilyen abszolút soha nem történhetne meg. Úgyhogy nagyon érdekes, és ez a Suez csatorna, ez a legfontosabb csatorna a világon, és már 100 éve létezik. Úgyhogy mi egy olyan jó megoldást kínálunk. Nekem sokszor megkérdezik, hogy én dolgozok-e a cégnek. Nem, én nem is vagyok tanácsadó, nem dolgozok a cégnek se, de úgy érzem, hogy mivel ezt mi finanszírozzuk, ez a mi projektünk, és mikor ott voltunk Minskben is, mindig úgy éreztem, hogy ez az enyém, ha egy kerék vagy egy valami része is ennek, de úgy szerettük, és szerintem mindenki, aki ott volt, ezt úgy nézi. Gyönyörű, és ahogy megengedi a helyzet, mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer menjen el, hanem az idén jövőre, és nézzék meg ezt a ekotechnoparkot. A médiában rengeteg helyen a National Reporter fotójelentése, akkor videóba,
akkor üzleti utazó a Uniski Sting termékekről megjelentik az Alhura csatornán, Adam Daniel blogger a vezetékes szállás technológiáról, cikk az érdekes mérnöki kiadványban, a Farbcross Japan kiadása a Charge projekt eredményeiről, cikk a Cision PR Web sajtóközlemény összesítőjében. Eleinte, mielőtt elkezdődött a konferencia, láttuk ezt a francia TV műsor, bemutatták, ugye? Igaz, hogy ők úgy mutatták be, hogy ez egy új technológia, nem tudták pontosan mindent elmondani, de nagyon, nagyon érdekes volt, és örülünk, hogy egy európai, lehet mondani, második, harmadik legerősebb európai ország mutatta be ezt ennyire lelkesen. És mindig újból motivál bennünket, mikor látunk ilyen cikkeket. Ugye, itt van a mi fiaink, ők is ott voltak, és épp valamelyik nap beszélgettem velük, mondom, milyen szép, hogy 2 évvel ezelőtt elmentünk, megláttátok ezt a technológiát, voltatok Belorussziába, ez egy élmény, ami megmarad egész életben. Én rengeteget utaztam, ugye már 28 éve hálózatépítő vagyok, az MV-ben 15 évig dolgoztam, és rengeteget, csak még Ázsiában nem voltam, legmesszebb Dubai, meg Moszkva, de Európát, átutaztam meg Amerikát, és mindenhol látunk valami érdekeset. És érdekes, hogy ilyen technológiát sehol nem találkoztam. Lehet látni hasonlót, hogy vannak valami villamosok, meg metró, ami fent megy, de abszolút tiszta más technológiával. Ha összehasonlítsuk az árát, a fenntartást, mennyi energiát használ, kapacitás, a kapacitásról van egy nagyon érdekes. A normál közlekedésben 100 embert fognak egymáshoz nyomni, például villamos, autóbusz, metró, mint a Szardíniai dobozban, de esetünkben ez nem történik meg nálunk, mert az utazási intervallumot az utasok számához igazítják, és ezt nem tudja senki megcsinálni. És maga a mozgás teljesen automatizált, amit most tesztelik, és mindjárt megmutatom. Azt hiszem, hogy 12-13 jármű már készen van, amit tesztelnek, és megvannak soknak a certifikátja is, nagyon, nagyon előre haladtak már. Ezt 5-6 évvel ezelőtt nagyon nehéz volt valakinek elhinni, hogy majd lesz ebből valami, mikor tudjuk, hogy millió technológia, millió kutató olyan jó ötletekkel, és soha nem tudnak piacra menni. Nekem sok ilyen találmányok, meg ilyen emberek jelentkeznek, vannak nekik szuper projekt, mind, és 2 dolog van neki, amit nem tudnak előrevinni. Nem találnak finanszírozót, aki ezt kifinanszírozza, és utána is, mikor már meg is csinálják a prototípust, egyszerűen nem találnak kimenőt a piacra. Nem tudják, hogy hogyan. Boltok nem akarják elfogadni, mert új dolog, interneten próbálják, de nem megy a reklám, nem tudják, nem fogadják el az újat. Ezzel minden küzd a Skyway is. De nézzétek meg, hogy hol indultok. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy nem egy valamilyen afrikai szegény országban, vagy mit tudom én hol indultak, hanem egy olyan erős pénzügyileg országba, aki a legmodernebb technológiát, mint Dubai, meg Emirátus, ugye, és
legnagyobb épületek vannak ott. Mindent legjobbak akarnak lenni. És a minisztériummal alá van írva a szerződés, hogyha megmutassák a technológiát Sharjahba, akkor minimum 50 milliárd plusz euró, dollár aláírnak a szerződések. A Junicki most jelentette ki múlt héten, hogy még 3 célprojektet vár, hogy aláírja az idén. Úgyhogy igazán már sokat haladtak előre. Dubajba is elmentünk, ugye 2 évvel ezelőtt megnéztük, hogy mi a helyzet ott, hogy igazán létezik-e, hogy nem mink, hogy elhiggyük, hanem meg tudjuk mutatni az üzlettársainknak, hogy ez igazi és valódi program. Érdekes, hogy volt egy szlovén üzlettársa, aki ott volt, és láttam a buszban, amikor mentünk oda, hogy nem hitte el. De mikor látta ottan, hogy már elkezdtek ezek építkezni, meg ez a tábla, akkor hitte el. Addig nem akarta elhinni, hallgatta sok konferenciát, meg volt a bemutató Ljubljanában is minden, de még nem látta meg, addig nem hitte el. Egy idősebb ember, épp bele voltam a szobába is, de érdekes, hogy ilyen hitetlen Tamások is vannak, ugye? Na, természetesen most, ha megyünk az idén, ha sikerül elmenni október-novemberbe, akkor már ilyen képeket, vagy valódi ilyen járműveket ottan látunk. A Eco House, a Eco ház egyik faépület az Egyesült Arab Emírségekben, és látjuk, hogyan néz a környezetbarát, minden épület rendelkezik szükséges kommunikációval, úgyhogy nagyon szép és nagyon érdekes. Én örülök annak, hogy minden héten kapunk új képeket, természetesen ezt valaki lefényképezi, még hivatalosan nem jön ki a Skyway-ba is, már tudjuk látni, és tudjuk felhasználni őket. Na, itt akartam megállni egy picit. Megkezdődtek a Unicont tesztelése Sharjahban, és itt volt ez a feladat, hogy bemutassák az ügyfeleknek a szállítás automatikus működését. Még a nehéz hernyó építésének befejezése előtt, ezért a bemutatáshoz könnyű utat és megfelelő méretű Unicontot használtak. Vagyis bemutatják, hogyan lehet a Skyway útvonalai felcserélni. Hogyan automatizálva teljesen egy ilyen kommunikációs szobába, hogyan lehet működtetni ezt az egészet. Mert ebben a teremben 50-től 100 járműt lehet működtetni és figyelni, amelyek jelenleg automatikusan mozognak. Ezt tett a technológiát, ugye mikor nekünk összehasonlítsák, ha van Németországban, Japánban, ottan mennek azok a vonatok, ott fent vannak. Igen, vizuálisan, de ilyen nincs. Ott van a nehéz dízel, vagy vannak elektromos motorok is, és ott vannak a sofőrök, meg minden. Nálunk a Skyway-ba meg teljesen automatizált is. Ez egy óriási különbség, és ezért még nincs természetesen konkurencia. Az, ami vannak ilyen automatizált autók, amit városba mennek, olyanok lesznek, lassan fognak menni, hogyha összeütközik valakivel, akkor ne legyen valamilyen nagy kár, vagy sebesült. De egy ilyen automatizált, és ezt igazán aszfalton nem lehet megcsinálni, azért ezeken a sineken ottan lehet. Itt van egy új ház, egy épület, ami olyan kicsit ilyen dubai stílusú, úgyhogy épül, és most nincs itt a kép, de lehet látni, hogy a sárgyai részben ebben a parkban, hogy elég nagy területet, hát nagy, mert mikor oda néztem a másik felére, mondom,
oda busszal megyünk, nem megyünk gyalog, mert jó pár kilométer volt, és akkor busszal körül mentünk, mert igazán pici az ország, de azért a sivatagban néha az ember szomjas, akkor az óriási, és lehet. Na itt van a tesztelés, és tesztelik ezeket a Unicontokat. Ami nagyon fontos, hogy ezek a kabinok akár 150 km sebességgel is mehetnek, és 100 tonna 1 km távolságon 1 dollárért mozog. Ezt tehát nem tudja senki megcsinálni, ezt a hajó se, a vonati utazás, senki nem tudja ilyen olcsón, és ez is egy nagyon-nagyon nagy előny. Most várjuk, hogy mikor lesz megkötve az a szerződés, vagy már megvan kötve, ezt nem tudjuk, az a 130 kilométeres, ami egész sivatagon át, mert nincsen még mindig hivatalos információ, hogy alá lett írva az a 130 kilométeres, emlegetik, de én még nem láttam hivatalosan, úgyhogy azt várjuk. És májusban, ugye itt Ausztriában készítik a sineket, és májusban ezt a 2,5 kilométeres szakaszt is el akarják indítani, utána erre megy a sárgyai kikötőre, és a másik felére a 130 kilométer, ami össze lesz kötve. Így ezek a belső részhez, ezeknek a járműveknek, azt már tudjuk, ugye sokszor mondtam, hogy a Sheikh Sultan bin Mohammed al-Qassimi már ott volt, meglátogatta ezt a projektet is. Ez is egy nagyon nagy megtisztelés, mert a Sheikh nem mindenkivel ül le, vagy beszélget, és nagyon tetszett neki ez a projekt, hogy az ő emírségbe legyen. És látjuk, hogy a Junicki bemutatta neki. Na, erről beszéltem az előbb, ez a 130 kilométerre. Menjünk kicsit gyorsabban, mert van még új információ. Ezt is mondtuk, hogy a sok újságíró és látogató meglátogatták a Sárgyát, és remélem, hogy az idén meg jövőre több tízezer ember is ezt meglátogatja. Szeretnék mondani egy pár dolgokat a SkyWorld Community célokról és a tervekről. Na jó, ez jó lesz. Ebben az évben az anyavállalat a zöld utat adott nekünk, és megerősítette, hogy a SkyWorld Community egy önálló pozícionálású független befektetési alap. A befektetési áramlások, valamint az Unicki String technológiai kutatási és termelési tevékenységeinek elkülönítése már régen megtörtént, és ez teljesen igaz. A SVC ötlete, hogy a világ legnagyobb társadalmi pénzügyi és befektetési hálózatának létrehozása. Ehhez mi finanszírozunk a Unicki String technológiát, hogy minél leghamarabb beléphessen a világ piacra. Ez a közös célunk, ugye mindannyiunknak. Készen állunk a célzott projektet finanszírozására, és az UST technológia segítségével. Szolgáltatásokat és terméket fejlesztünk, nemzetközi pénzügyi és jogi héját hozunk létre. És létrehozzuk a világ legnagyobb partnerhálózatát. Na most elkezdték már készíteni ezt a 2.0 értékesítési rendszert, erről már múltkor a Solar Frantisek is beszélt a
Top Expert meetingen, 2 hete azt hiszem, és elkezdjük ezt most szervezni. Az a cél a SVC-nek, hogy ha befejeződik a 15. szakasz, erről már régebben is csak emlegették, ugye beszéltek, hogy mi, mint befektetők, meg partnerek, akik aktívan dolgoznak, hogy legyen munkánk, és tudjuk tovább vinni az egészet. Azt tervezik, hogy a kapitalizáció szempontjából nagy vállalattá váljanak. A broker cég ebbe az évben elindul, és most válassza ki a nevét, elkészül a termék marketing csomagolása, vagyis meghatározzák egy komoly befektetési alap logikáját. Ez egy nemzetközi pénzügyi és jogi létrehozás lesz. Mit terveznek a következő 10 év az alapunkban? Ez a terv. Több mint 5 millió aktív partner és képviselő világszerte, és 800 millió befektető legyen, akár ilyen 15-20 dollárral is, meg több millióval is. Úgyhogy az alap egy globális fiat és kriptovalutával rendelkező vállalat lesz a közeljövőben, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a világ bármely országban üzleteljenek. És több mint 10 új projekt, amely külön üzletágnak indítanak el, és új munkahelyeket teremtenek. Ami nagyon érdekes, hogy külön irányok, a kripto fiat fizetési rendszer, brokercég értékesítési rendszer létrehozása, amely egy belső vállalati egyetemet folytatott képzésen alapul. Vagyis maximális kompetenciákat adjunk partnereinkkel. Úgyhogy ezt kicsit lerövidítem, de az a cél, hogy mindannyiunknak lesz tennivalója a 15. fázis után, hogy ha valaki hosszú távon úgy gondolkodik, hogy a Skyway mellett marad, lesz neki munkája, lesznek érdekes projektek, ahogy befejezzük a Skyway finanszírozást, ezt a 15. fázist, azt még nem mondtam, hogy elvállalják a célprojekteket is finanszírozni, mert tudjuk, hogy vannak olyan projektek, amit részlet, csak egy részet tudják kifinanszírozni, nem az egészet, és erre még keresnek finanszírozást. Hát például ez a vietnámi projekt is úgy van, hogy 50 most megvan, most ki fogja azt a 50-et, másik 50-et kifinanszírozni, azt nem tudom, de ezért mentek el a Solar és a Maslow most Vietnámba. Úgyhogy vannak tervek, van mit tennivaló, és én gondolom, hogy a Skyway azon kívül, hogy egy nekem személyesen legnagyobb és legjobb befektetés, hosszú távú, a másik rész, ha valaki komolyan veszi és ajánlja ezt a programot, a szervezet segítségevel, a céggel, meg a régióvezetők segítségével, vezetőkkel, akkor egy hosszú távú jövedelmet biztosít mindenkinek. És most már tudjuk is, hogyan kell ezt ajánlani, tudjuk, hogyan lehet dolgozni. Látjuk, hogy online is működik, én 3 évig csak offline dolgoztam, plusz egy webkonferencia, és látjuk, hogy így is működik. Úgyhogy megyünk tovább, 20 óra 49 perc. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, további szép estét, szép hétvégét kívánok, és jövő pénteken újból találkozunk. Ugyanezen a linken és 8 órakor. Sziasztok, viszlát mindenkinek!